Na hát, szép napot mindenkinek! Az a durva, hogy 2 hét múlva már itt is van a nyakunkban a következő season, ami elméletileg a Chapter 2 OG season lesz. Viszont a legutóbbi frissítésben, a Fortnite-nézés frissítésben történtek érdekes dolgok. Történt ugyanis, hogy az egész Chapter 3-as sziget visszakerült a fájlokba, és jelenleg senki sem érti, hogy miért, hiszen a következő season, ha minden igaz, ugye Chapter 2-es lesz, nem pedig 3-as, szóval ez nagyon-nagyon furcsa. A mai videóban mindenre megpróbálunk magyarázatot találni, illetve mikre lehet számítani így az eventben, ugyanis a season végén lesz egy óriási nagy event, nem mini event, hanem nagy event, szóval erről mind-mind beszélni fogunk. De még mielőtt beleugranánk a közepébe, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki használja a Creator kódomat, aki esetleg nem tudná vagy nem használná, use code GhostForRider, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ezen a héten vasárnap pedig egy nyereményjáték sorsolás van, ha bármit vásároltatok a kódommal, vagy ha fogtok, akkor írjátok be az item shopba, majd küldjétek be Discordra a támogatói szobába. A két nyertes pedig bármilyen item shopos skint választhat, ugye nagyon sok skin fog jönni és érkezett már a Fortnite mézre, úgyhogy óriási a választék. Köszönöm szépen mindenkinek! Térjünk vissza a season végi eventre, ugye eddig is számítottunk rá, de most már biztos, hogy egy nagy event lesz season végén. Kilíkelték a lobby visszaszámlálót is, ugye, és ugye akkor szokott lenni lobby visszaszámláló, amikor nagy event lesz, szóval ez is alátámasztja, illetve jövő héten lesz valamikor egy kisebb frissítés, és abban a frissítésben csak az event dolgok lesznek benne, úgyhogy készülget itt nagyon a Fortnite is. Az event visszaszámláló pedig itt lesz, ahol meg van jelölve a térképen. Ha ide eljöttök, igazából egy vasútállomást találtok, semmi érdekes nincs itt. Elég furcsa, hogy ilyen helyszínt adtak meg ugye eventnek, de mint tudjuk, bármi megtörténet lehet, hogy valami addigra történik, vagy esetleg jövő heti frissítéssel valami változni fog, minden esetre elég meglepő. Replayben nézelőttem, és az egyetlen egy érdekes dolog, amit itt találtam, az egy Dr. Doom-os szoba. Persze tudom, hogy az egész szigeten vannak hasonló szobák, de minden esetre elég furcsa, mintha itt valaki egy Dr. Doom fan lenne és el lenne ide bújva. Gondoltam arra, hogy talán Valeria az, aki itt bújkál, mert ugye season 1 óta nem láttuk, de tudjuk, hogy valahova elrejtőzött, és szerintem még itt van a szigeten, csak elbújt, úgyhogy olyasmit tudnék elképzelni, hogy esetleg Valeria itt van ebben a szobában, és az event hozzá kapcsolódik. Na és mi a helyzet a Chapter 3-as szigettel? Igazából elég furcsa, hogy visszarakták úgymond a játékba, viszont nem csak ez az egyetlen egy furcsa dolog, hanem az is, hogy a legutóbbi frissítésben ugye változott a sziget, de a sivatagba random oda raktak egy mackófejet. Ezt az óriási vasból épített mackófejet először ugye Chapter 3 Season 3-ban láthattuk, ugye amikor a Rave Cave hely megváltozott és egy ilyen kis vidám parkszerűség került be. Legközelebb ezt a maci fejet ugye Chapter 3 legvégén a Fracture Event után láthattuk, amikor volt ugye a szerver leállás, és akkor lehetett nézni a Chapter 4-es szigetet, és akkor a levegőben, az űrben repült ez a fej. Majd Chapter 4 Season 1-ben is bent volt ez a maci fej, a szigetnek a jobb alsó részén, viszont ugye Season 2-re eltűnt, hiszen érkezett a Mega City. És igazából mostanáig nem is hallottunk róla, nem is láttuk, és csak random odarakták a szigetre, elég furcsa. És mivel először ez Chapter 3-ban jelent meg, ez is egy minimális utalás lehet Chapter 3-ra, bár elég furcsa, hogy még Chapter 2 úgy is sem volt, de már a 3-ról beszélünk. Ami talán még érdekes lehet ezzel a maci fejjel, hogy Chapter 4 Season 1-ben, ugye amikor az Amy-nek segítettünk, aki esetleg nem tudná, ugye a Scientistnek, a robotjának, ugye ilyen különböző dolgokat kellett felvenni, és ugye itt is volt egy a maci fejnél, és ugye itt mondta el pont, hogy a Seven megváltozott, meg gonosz lett, meg ilyenek, de az is meg lehet, hogy ez egy utalás arra, hogy talán a következő seasonben, chapterben a Seven visszatér. Na de, a Chapter 3-as sziget miért is került vissza a fájlokba, a játékba? Nos, először is véletlen szerintem nem tették vissza, hiszen azért véletlen nem hiszem, hogy csak szigeteket dobálnának a játékba. A magyarázat meg lehet, hogy elég egyszerű. Először is ugye mindenki tudja, hogy november 2-án OG Chapter 2 lesz, ugye a roadmappen is rajta volt, nem hiszem, hogy megváltoztatnák, meg hülyeség lenne a Chapter 1 OG után Chapter 3-osat csinálni, szóval a Chapter 2 OG szinte biztos. De azért remélem arra mindenki emlékszik, hogy a Chapter 2-es D&D eventen, ami ugye nagyon-nagyon jó volt még annó, hogy a Chapter 2-es sziget másik oldalán a Chapter 3-as sziget volt, és így az eventben átfordult.
És mivel, ha a Chapter 2-es szigeten leszünk az OG Seasonben novemberben, akkor egyértelműen a másik oldalán a Chapter 3-as sziget van. Így meg lehet, hogy most ennek a season végén, amikor érkezni fog a Chapter 2-es event, akkor látni fogjuk egy pillanatra a Chapter 3-os szigetet, és meg lehet, hogy azért rakták vissza a játékba, hogy az eventhez kelleni fog, vagy bármi ilyesmi. Minden esetre fontos tényleg ezt megjegyeznünk, hogy a másik oldalon a Chapter 3-as sziget van, ugyanis lehet, hogy közel lesz a Chapter 6-hoz is. Azt is tudjuk, hogy elméletileg az első 3 season-t fogja feldolgozni az OG Chapter 2, és ugye Midas ismét nagy szerepet fog játszani majd az eventben, ami a Chapter 2 OG-ban lesz, és mivel Hope és Jones vissza fog térni így a múltba, Jones itt már segíteni fog Midasnak ugye az egész Looper Doomsday eventen, és meg lehet, hogy az device-a működni fog, és akkor megszűnik a Storm, vagy az egész Loop. És én arra gondoltam, mi van akkor, hogyha a Chapter 6-os sziget nem egy új sziget lenne, hanem egy alternatív Chapter 3-as. Hiszen ha a sziget másik oldalán van, az eventben miért ne fordulná át a sziget? Meg lehet, hogy valami történni fog esetleg, az utolsó valóság előkerül megint, és akkor ez lenne a végső megoldás. Minden esetre én megnézném, kíváncsi lennék rá, hogy milyen lenne egy olyan Chapter 3-as sziget, ahol esetleg már mindent tudnak ugye a Genoa-ról, a Seven-ről, meg minden, és Jones már nagyon sok mindent tud a jövőről, és akkor így full megváltozna minden. Mondjuk én már arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan kerülünk egyáltalán a múltba, esetleg a Zero Point előkerül most season végén, vagy esetleg ismét egy időgépet fognak eljátszani, nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fognak kitalálni. A szigeten jelenleg egyetlen egy személy, aki tud utazni az időben, az Mephisto. Utána olvastam, a karakternek elvileg tud térben és időben is utazni. Nem tudom, hogy mennyire nagy szerepet fog játszani az eventben, de mivel ő az egyetlen egy karakter jelenleg a szigeten, aki képes erre, bármi elképzelhető. Főleg, hogy hirtelen most került elő a semmiből Fortnite Mirrorsre, ugye Doom eltűnt, Mephisto előkerült, elég érdekes. Az eventben esetleg olyat tudnék elképzelni, hogy Doom valahogy visszatér a szigetre Riften keresztül, és ugye Mephisto elfoglalta az alvilágot, meg úgymond a szigetet, és Mephisto ugye Doomnak az édesanyjának a lelkét elrabolta, és meg lehet, hogy egymásnak fognak esni az eventben, és lehet, hogy Doom fog nyerni, és Mephisto elmenekül úgymond egy teleportálással, és lehet, hogy így fogunk átkerülni a Chapter 2-be. Az eventet valószínűleg hivatalosan be fogják jelenteni, de ha minden igaz, november 1-én lesz az event, és ugye 2-án pedig az új season, szóval erre számítsatok. Talán még az is ide tartozik, hogy pár nappal ezelőtt kaptunk új survey skineket, és ezekből a skinekből nagyon-nagyon sok egy frakcióhoz tartozik egy csoportba, hiszen ha megnézitek, akkor ilyen különböző szuperősöket fogunk kapni hamarosan. Van egy olyan érzésem, hogy ezek a szuperősök ilyen customizálható szuperősök lesznek, be lehet majd állítani, hogy ilyen jeges legyen, slurpös legyen, tüzes legyen, elég érdekesen néznek ki, lehet, hogy egy ilyen felturbózott szuperős változat lesz. Talán még azt is el tudnám képzelni, hogy az OG Chapter 2-ben jönnek be, hiszen akkor jelentek meg először a szuperhősök. Holnapi nap folyamán érdemes lesz leporolni a Rocket League-et, ugyanis érkezni fog ide is a Halloween-i event, ami teljes mértékben egy pókemberes event lesz. Kapni fogunk rengeteg pókemberes kozmetikai dolgot, ugye venomos autó lesz, pókemberes kerék, venomos górobbanás, minden, és az azért is mondom nektek, nagyon sok ingyenes dolog is lesz, és valószínűleg nagyon sok mindent át lehet majd vinni a Fortnite-ba, szóval aki gyűjti így a felniket, boostokat, valamiket, az mindenképp lépjen be a játékba, ugyanis elég sok pókemberes cucc lesz. Ha tetszett ez a mai videó, akkor dobtek egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, és mindenképp találkozunk még, hiszen nagyon kevés idő van már hátra a seasonből, 2 hét az nagyon gyorsan el fog menni, és én is nagyon-nagyon várom már az OG Chapter 2-t, hogy a season összegző is jövő héten érkezik, szóval lesznek még videók. Viszont én srácok mára mentem, én Ghost Rider voltam, sziasztok!